összeköt benneteket egymással, velünk tanárokkal, összeköt az iskolával. De tudjuk jól, hogy ez csak egy jelkép. Az igazi emlék itt van a szívünkben. Az emlék, a szeretet, az iskola iránti odaadás, egymás iránti odaadás, ebben az összeköt bennünket. Kedves diákok, ne feledjék le, hogy nagyon komoly három hónap megyünk a Mármikától. Igyekszünk mi is, megtenni magunk életi is egyetet meg, amit meg kell lenni. Nagyon jó volt látni, amikor az első táncnál az apukák táncoltatták a lányokat, az anyukák a fiaikat, és amikor már mindegyiket tanítottam, akkor nagyon jó volt látni, hogy a tanítvány táncol a mostani tanítványommal. Lassan a végéhez közeledik a végzősöknek a középiskola. Ha üzenhetne nekik néhány mondatot, akkor mi lenne ez az üzenet? Tanuljanak, használják ki az utolsó időt, azt hiszem ez az érettségi előtt nagyon fontos dolog. Jó szívvel emlékezzenek az iskolára, egymásra, arra, hogy mennyire jó volt bizonyos csintevések, dolgozatok, csínyek között segíteni egymást, és jöjjenek vissza, mindig várjuk őket. A legnagyobb érzés, ami bennem van, én úgy gondolom, hogy büszke vagyok az osztályomra, és egy nagy öröm, hogy büszke lehetek rájuk, és ezt meg is mondtam nekik, hogy így érzek, és ez
szerintem nagyon fontos, hogy ne csak a diákok nézzenek fel a tanárra, hanem a tanár is büszke legyen a diákokra, és ezt meg tudja osztani velük, és érezzék is a gyerekek. Hogyan készültetek a szalagavatóra? Nagyon készültünk rá, ugye minden osztály, már nagyon korán elkezdtünk készülni a október tájéken, az osztály összerakta, hogy milyen témaköré szeretné csoportosítani az egész táncot, és akkor ezáltal 2-3 diák pedig összerakta a koreográfiát, és letanítottuk szép apránként. Beszélj arról kérlek, hogy milyen érzések kavarognak most benned? Nagyon vegyesek. Örülünk, hogy itt állhatunk, mert mi 5 évet vártunk rá. Közben meg hiányozni fognak az osztálytársak ugye pár hónap múlva.
Hát igen, sejthetik, hogy most mi fog következni. Ahogy a lányok férfias táncot adtak elő, úgy az osztály ifjú uraival csajos sarkot készültek az önök számára.